Jó bevált helyszínen Pécsen rendezték meg a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság asztali tenisz versenyét. Tradíciója van ennek az egyetemi főiskolai bajnokságnak, mint ahogy most körbe is nézünk, és némi túlzással azt tudom mondani, hogy a pécsi egyetemi főiskolás bajnokságon többen indulnak már, mint egy országos versenyen. Én azt gondolom, hogy ez pont a tradícióból adódik. Ugye immáron azt hiszem 4 éve volt ez az ötlet, hogy a profi versenyzők mellett kezdjük el az amatőr versenyzőknek is egy versenyt szervezni. Kezdetben ez csak a Pécsi Egyetemnek a hallgatóit érintette, de most már Szombathelyről, illetőleg az ország további egyetemeiről is eljönnek az amatőr versenyre, és azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon jó ötlet volt. Úgy tűnik, hogy Pécset tényleg hagyománya van a pingpongnak. Nagy meglepetés nem történt. Szita Márton a férfiaknál egyesben, párosban és a Corvinus Egyetemmel csapatban is aranyérmes lett. Míg a nőknél a Széchenyi István Egyetemet képviselő Bálint Brigitta triplázott. A Baranyából származó Szita Mártonnak nem kell bemutatni Pécset. Ettől függetlenül a helyi szervezők egyik legfőbb célja az, hogy a versenyre érkező fiatalok megismerjék a várost. Bemutatkozhat az egyetem, a városunk, a sportirodánk. Egy kicsit láthatják Magyarország összes egyeteméről a hallgatók azt, hogy itt milyen munka folyik, milyen gyönyörű lett ez a város, amióta tényleg Európa kulturális fővárosát megéltük. Tavaly szintén az egyetem is nagyon-nagyon sok beruházást kapott a 650 éves évforduló alkalmával, úgyhogy ezt kell megmutatnunk, és tényleg nagyon szívesen tesszük. Pécs nem először bizonyította, hogy kitűnő házigazda. Már 12. alkalommal rendezte meg a MEFOB-ot. Hál' Istennek most már a sok-sok év sikere és sikeres rendezése alapján én úgy gondolom, hogy fönt a budapesti vezetés is nagyon szívesen adja felénk ezt a rendezvényt, mert jó rendezvényt szervezünk. A szervezőgárda idén meglepetés programmal is készült, amelynek egy igazi világsztár volt a főszereplője. Klampár Tibor azokkal az egyetemi hallgatókkal, akiknek meg lett hirdetve és adott esetben sporttudományi képzésben vannak sporttörténet, vagy sportdiplomácia óra keretében belül egy 80 hallgatóval elvonult egy terembe, és ott el fogja mondani, hogy hogyan lehetett eljutni ilyen magas szintre. Egy korábbi adásunkban már volt szó arról az életpályamodellről, amelyet a Pécsi Egyetem kínál az érettségi után álló asztali teniszezőknek. A program kezd beindulni. Azt gondoljuk, hogy egy nagyon nagy űr van 18 év felett, tehát azok a játékosok, akik az utánpótlásban eredményesen tudnak szerepelni, eljutnak 18 éves korukig, és egy választás előtt állnak, ami igazából szerintem nem választás. Tehát az, hogy az egyetemet választák vagy sportolnak tovább magas szinten, ez nem kell, hogy választás legyen. Nem szabadna elveszíteni ezeket a sportolókat, és erre a Magyar Asztali Tenisz Szövetség elnökségével karöltve egy programot dolgozott ki a Pécsi Tudományegyetem, mégpedig az a programnak a lényege, hogy megpróbáljuk ezeket a 18 év érettségivel rendelkező sportolókat bevonzani a Pécsi Tudományegyetemre, itt egy megfelelő szakmai munkával délelőtt-délutáni minőségi edzést biztosítani. Ez az edzés nem csak szakpingpongot fog jelenteni, hanem sportpszichológus erőnléti edző fog velük foglalkozni, emellett az egyetemi tanulmányaikat is próbáljuk menedzselni. A PTA azonban már fiatalabb korban is igyekszik a sportos életforma felé terelni a helyi gyerekeket. A PTA-n a sportnak nagy jelentősége van, a kancellár úr számára is ez nagyon fontos, hogy a sport az mindenképpen legyen fejlesztve, és példát tudjunk mutatni igazából a jövő generációjának, tehát akik az egyetemen sporttal foglalkoznak és versenysportban vannak, azok egyben példák is legyenek, illetve az egészségmegőrzésnek nagyon fontos része a sport. Az egyetemnek vannak már általános iskolától egységei, illetve gimnáziumai, ők már egyből beintegrálódhatnak az egyetemnek a csapataiba, mind a PEASZ-ba, mind a Petőfi SC-be, és ott lehetőségük van arra, hogy kipróbálják magukat, illetve a versenysportban egy egészséges szemléletet kapjanak, és a későbbiekben nyilván az egyetemen folytassák a tanulmányaikat. Az indulók létszámát és a verseny sikerét látva biztosak lehetünk benne, hogy a magyar egyetemisták és főiskolások nem idén mérték össze utoljára pingpong tudásukat Pécsen.